Folytatódik a heti egyenleg, vendégeink továbbra is Szakonyi Péter és Lengyel László. Ha már Orbán Viktort ennyire sokszor emlegettük az előző részben, akkor itt most csak egy rövid kitérőként szeretném, ha megbeszélnénk azt, hogy a 444.hu a tegnapi nap folyamán, ugye ez amikor hétvégén lesz a nézők számára elérhető ez a rész, hát akkor gondolják meg, hogy ez keddi történet. Láthatják, amint Orbán Viktor kiszáll a kocsijából, mert a 444.hu kamerája fölvette ezt, és elindul gyalog egy kapu felé, kivesz a zakója belső zsebéből egy köteg készpénzt, 20 000-est, 10 000-est megszámol, aztán visszateszi, és elmegy egy kapuhoz, ahol a testőre kísérletébe becsönget, nem válaszol az őt firtató riporteri kérdésre, majd amikor kijön, akkor sem válaszol semmit, és csak azt mondja, hogy szép napot, kicsit olyan volt ez, mint amikor azt mondta, hogy emberrel nem látjál, most jövök a templomból. Most ez is, ennek is volt egy ilyen érdekessége, és ez a Bakács utcában történt, ahol állítólag minden kedden reggel megjelenik. Most az honnan tudta a 444.hu, fogalmam sincs, nem is érdekes, lehet, hogy egy lakó szólt a szerkesztőségnek, hogy nézzenek már utána, itt minden kedden reggel bejön Orbán a kapun, vajon hova mehet, de engem nem is az érdekel, hogy hova mehet, és nem is erről akarlak titeket kérdezni, hanem az, hogy ott volt Havasi Bertalan, amikor Orbán kijött, akkor már ott volt Havasi Bertalan is, aki ugye mindig azt mondja, hogy hát a miniszterelnök magánprogramjairól nem adok semmilyen tájékoztatást. És azt kérdezték, mert az eredeti kérdés, amire nem válaszolt Orbán Viktor, az volt, hogy most Matolcsinak le kell mondani, azért, mert az inflációt nem tudta megoldani, és helyette a kormány oldotta meg, ahogy a miniszterelnök a parlamentben mondta? Hanem. Erre nem válaszolt, és erre megkérdezték Havasit, hogy milyen programja volt a Bakács utcában a miniszterelnöknek. Erre a következőt mondta. Orbán Viktor magánprogramjáról nem tudok tájékoztatást adni, csak a munkájával és hivatalos tevékenységével kapcsolatban. Most figyeljetek, és szeretném, hogyha ezt a magyar mondatot megpróbáltok lefordítani, mert én tegnap óta nem értem. A sajtófőnöki jelenlétet a nem nyilvános program nem nyilvános jellegének megőrzésében való közreműködés indokolhatja. Mit jelent ez a mondat? Grécsi László segítségét még egyszer, szeretnék. Még egyszer elmondom, jó? A jelenlétet, mármint Havasi jelenlétét, a nem nyilvános program nem nyilvános jellegének megőrzésében való közreműködés indokolhatja. Jó, azt akartam mondani, feltehetően fölhívták, amikor kiderült, hogy ott a sajtó. Szaladj oda, öcsi! Gyere, édes, mondd meg, hogy nem nyilvános. Ez a legegyszerűbb fordításom. Egyébként azt kell mondanom... 100 évig élek, nem tudok egy ilyen mondatot kitalálni már, hát bocsánat. Erre kell, Havasi. Ezért ő a szóvivés, nem te. Ez a különbség. Jó, megértem. De nem is ez az érdekes, hanem csak azt a mondatot akarom kipécézni, nem ezt, hanem azt, hogy vajon kell-e az újságíróknak tudnia, hogy hol van a miniszterelnök. Ha valaki Európa vagy Amerikában nem tudja, hogy hol van az elnök és a miniszterelnök, tehát a sajtó nem tudja, akkor súlyosan vétett. Mindenki. Most nem az, hogy 25 újságíró lett volna a Bakács téren. Tehát ha Emmanuel Macron kimozdul a palotából, 7 szentség, hogy mindenki tudja, hogy hova mozdott. Tehát olyan típusú titkos találkozót szervezni, ahol tényleg az, hogy soha ne lássák, az egy komoly, valódi szervező munkát igényel. De a mindennapos ügyekben mindenki követi a politikusokat. Ez valami hihetetlen, borzasztó. Egyébként, tehát a magam részül azt gondolom, hogy ez úgy borzasztó. Ott egyébként az se lehet... Ez a különbség a magyarizmus, között. De hogy hívják, ez egyébként ez nem csak... Ez ma már lényegében a politikus egy celeb.
Tehát, hogyha a szerencsétlen Diana hercegnő ebbe halt bele. Tehát, de nagyon, tehát az, hogy kimozduljon egy komoly színész bárhol, akkor ő neki tudnia kell, hogy őt biztos, hogy valaki föl fogja venni. Ha más nem, az utcán áldogálók azonnal, és pillanatokon belül egy csődület támad, és ezt ő tudja. És egy politikus is így van. Tehát egy vezető politikus nem válaszolhatja azt, hogy bocsánat, ez a magánéletem. Ilyen nincsen már, ami szörnyű. Tehát én az egészet borzasztónak tartom, de ennek most nincs jelentős, hogy én mit tartok minek. Nyilvánosság előtt zajlik a politikusok élete, főleg azóta, mióta Facebook, és tehát amióta a hálón egy perc múlva elterjedt, hogy ő hol volt és hol nem volt. Na most ebből a szempontból azt kell mondanom, hogy a magyar sajtó az visszafogott, még nagyon visszafogott. Tehát alig valahol, alig valamit igazán többek között az is békén hagyják. Tehát az, hogy azt mondja, hogy nem, azután nem csinálják azt, amit egyébként bármelyik hollywoodi filmben is lehet látni, hogy tovább ordítoznak ott a körület, nem hagyják tovább menni, és így tovább, és így tovább. Ezzel számolni kell. Én szerintem a magyar politikai életben ma pillanatilag nagyon védett politikusok vannak. Mondjuk a politikusoknak a legnagyobb része a magyar politikusoknak azért védett, mert kutya se tudja róluk, hogy kicsodák. Tehát ennek következtében miért követ? Jó, de egyébként én csak azt szeretném megkérdezni, igen. Péter, most igen. Itt volt ez a szituáció. Most miniszterelnök úr, kérdezhetnék valamit? Most mi van akkor, ha megáll és azt mondja, kérdezzel? Jó. Akkor le kell mondani Matolcsi Györgynek? Hát csak van erről véleménye. Azt mondja, majd még ezen gondolkozom, és bemegy a kapun. Tehát, hogy eleve miért kell mindent elutasítani? Hát ez itt sokkal cikibb volt. Ugye emlékezzünk vissza az elmúlt 8-10 évbe, vagy 12 évre. A 2010-es kormányváltást követően mik történtek, vagy mik nem történtek? Ugye az történik rendszeresen, hogy meg akarnak kérdezni bármiről, bármilyen kormánypárti politikust, az vagy elszalad, vagy nem válaszol. Ilyen szempontból teljesen konzekvens, hiszen a központból nem mondták meg, hogy mit mondjon erre a kérdésre, vagy bármilyen kérdésre. Tehát azt látjuk, hogy a nyilvánosság beszűkül, mert én is azt tartanám normálisnak, hogy ott van a miniszterelnök, azt mondja, hé, miniszterelnök, mondja már meg, hogy mi lesz ebben a Matolcsival, meg a fiával, meg a fiának a vagyonával, meg egyáltalán. Erre válaszolni kell, de arra vagyunk most kondicionálva, hogy azt látjuk, hogy nem is válaszolnak rá. Nagyon szép példa volt erre, nagyon érdekes volt, azt hiszem éppen 444-en volt egy interjú kísérlet Balási Gyulával, aki a évente plakátpályázatokon. Aki évente 20, 30, 50, 80 milliárd forintokat nyer el, és csinálja ezeket a végtelenül kreatív klassz kampányokat, és egy pasas oda ment, mert valami oldtimer autóverseny volt, és ott megjelent egy, mit tudom én, egy Maseratival, vagy egy Ferrarival, és a riporter srác ment vele, és kérdezett. A pasi semmit nem tudott válaszolni. Részben szerintem azért, mert nem akart, részben, mert nem tudott. Mert azt mondta, olyan egyszerű kérdések elhangzottak, hogy hányan dolgoznak a maga cégén, vagy cégeinél. És akkor nem válaszolt. Na most a gond tehát alulról a legtetejéig tart. A miniszterelnöknek is azt gondolom, hogy a miniszterelnök mióta nem adott interjút nem kormánypárti médiának. Nagyon régóta. És ez a nem adott interjút ott nem pótolja azt, hogy évente egyszer kiáll oda, és válaszol a kérdésekre. Az a baj, hogy a kedves kollégák erre elmennek. Én azt tartom, már elnézést, hogy ilyet mondok, én azt tartom szomorúnak, hogy elmennek a bábszínházba nézőnek, amikor semmi jelentősége nincs, csak pontosan az, hogy azt lehessen mondani, hát kérem, én évente beszámolok a médiának, kiállok, és állom a kérdések özönét. Nem igaz. Az egész hamis.
Jó, hát azt láttuk, hogy a legjobb példa erre a Hatházival való eset volt, amikor Hatházi végül is oda jutott egészen a miniszterelnökig, és azt tudjuk, hogy kínos nevetgélések közepette sértegette. Ez volt minden válasza, tehát ez is mutatja, hogy, és ez egy nagyon komoly problémája a magyar politikai életnek, hogy itt vita, dialógus, együttműködés abból a szempontból, ami minden, tehát még olyan helyen is van, ahol persze hát nem szeretik egymást, de hát azért a republikánus és a demokraták is persze nagyon sok utálat és gyűlölet van köztük, tehát elképzelhetetlen, hogy Amerikában valaki így viselkedjen, mint ahogyan Orbán Viktor itt ezt megkockáztatja, hogy ő közölhesse, hogy ő a demokratákhoz közel álló sajtóba egyáltalán nem hajlandó szóba állni valakivel. Igen, tehát ezt egy Donald Trump például szokott megsértődni, tehát ilyeneket előad, de azért az nem képzelhető el, hogy azt de mondja, de azt akkor mivel magyarázod, Laci, hogy tusványoson is, meg a tranziton is gyakorlatilag a kormánypárti politikusok megállnak a különböző ellenzéki újságíróknak. És van olyan, mint Szántó Miklós, az Alapjogokért Központ, aki közli, hogy fake news médiának, nem ilyen fake news médiának, és kész, és tovább megy. De azért van, aki megáll. Igen. Tehát ott miért állnak meg, és a parlament folyosóján meg miért nem áll? Hát meg kiesnek az ellenőrzés alól. Hát erről van szó. Nagyon rövid pórázon vannak, András. Na de hát, Laci, amit ott mond Tusványoson, vagy a tranzit, az megmarad. Azt meg lehet nézni este. Meg is nézik valószínűleg este, és úgy gondolom, hogy például Németh Zsolt, amiket mondott Tusványoson, hát, azt följegyezték neki, és valószínűleg van egy nagy fekete pont a neve mellett, de a parlamentben, ha más nem, egy Kövér László nevű szigorú tekintetű elnök a szószoros fizikai értelmében ellenőrzi őket. És itt nincs mese. Tehát ott kus. És, de odáig menően, hogy szerintem, ha valaki a folyosón elbeszélget az ellenzéki képviselővel, az is számon tartott. Tehát itt nincs rögzítik, persze. Úgy van. Tehát ez egy, ebből a szempontból egy zárt rendszer. Ennek a zárt rendszernek az az érdekes, hogy én azt gondolom, hogy elkezdett töredezni ez a zárt rendszer. Nem ezzel, amit itt most a Bakács utca, ez nem ezekre gondolok. Elkezdett töredezni, az emberek elkezdtek kiszólni. Többek között egyébként Matolcsi is. Tehát Matolcsit is azért kezdik el most támadni, mert mondott dolgokat, amiket korábban soha senki nem mondott. Tehát az, hogy a Nemzeti Bank elnöke tulajdonképpen a kötelességét teljesítve közölte a normálisan az adatokat például, ezt már megtette volna 5 éve is, ez államellenes összeesküvésnek minősül. Tehát ilyen értelemben azt hiszem, hogy ezek a nyitó lépések, tehát nem tudom még megmondani, hogy melyik minisztériumban melyik miniszter lesz a következő, aki kinyitja a száját, és szeretném mondani, hogy Orbán Viktor nem volt kegyelmes, mert nem Matolcsiról beszélt a parlamentben, amikor megkérdezték, hogy Matolcsi miért mondja azt, amit mond, és hogy ezzel szemben nem akarva... Nem magáról, a Nemzeti Bankról. Tehát a Nemzeti Bankot bélyegezte meg, hogy az inflációt nem tudta kezelni. Ez a Nemzeti Bank összes tisztviselőjét és összes vezetőjét érinti, ami sokkal keményebb dolog, mert Matolcsi leváltható, elküldhető, előbb vagy utóbb, bár ez se könnyű, mert elvileg egy független jegybankról beszélünk. De lejár a mandátum a jövőre, tehát... Jó, rendben van, csak de most még kellemetlen dolgokat mond. Mondhat, és igazán, de most azért az mond a kérdés... kellemetlen dolgot, mert lejár a mandátum a jövőre, és már úgy se tudnak vele mit csinálni. Mert 4 évvel ezelőtt nem mondott ilyeneket. Másfél éve mond kell, egyre kellemetlenebb dolgokat. Igen. Ennek a kicsúcsosodása az, amikor azt mondja, kalandor politikát folytatott a kormány. Ugyan. Már bocsánat. Hát az ellenzékinek is becsületére vált volna egy ilyen kijelentés, annak ellenére, hogy ez tök igaz, mert tényleg kalandor politika volt. És az, hogy lényegében ez a kormány nem csak most, hanem az elmúlt, tehát az egész végig a 2010 óta nem teljesítette be azokat az ígéreteket, amiben egyébként ő benne volt. Az, hogy nem jutottunk, tehát hogy az utolérésben nem jutottunk semmire. Hát ha valaki pedig ezt ellenzékből... Így van, de most ehhez képest most kiderült, hogy nem sikerült a felzárkózás, mondta ugyanez az ember. Na most az, hogy nincs termelékenység, ez nem versenyképes ez a gazdaság.
miket mond? Tehát ezek sajnos mind igazak. Tehát lehetséges, hogy vele nem személyesen vannak problémák, de azért ezek igaz dolgok, és ugye tényleg egyre kellemetlenebb, tehát ebben az ellenzéknek igaza volt, hogy Matolcsival érvelt, mert hát hogy van az, hogy a jegybank elnöke, a jegybank ilyeneket mond, és a kormány pedig az ellenkezőjét, ezt azért valahogy meg kell magyarázni Orbán Viktornak. Ez nem egy magyarázat, hogy nem válaszolok, vagy azt mondani, hogy az inflációról ő tehet. Na most hát ezek viccek. Na jó, hát igen, van ugye egy pikáns felhangja ennek, hogy egy kis képzavarral éljek. Hát ugye Matolcsi nem ellenzéki politikus volt 2023-ig, hanem ugye a gazdasági miniszter, utána pedig a jegybank elnöke. Hát kinek van rá, vagy kinek van, vagy volt ráhatása az ország gazdaságának működésére, gazdasági stratégiára, ha nem a miniszternek, illetve a jegybank elnöknek. Vagy, és akkor itt felvetődik a felelősség kérdése, és itt visszakanyarodunk beszélgetésünk első részéhez. Ha ő akkor tisztában volt azzal, hogy amit csinál miniszterként vagy jegybank elnökként, az ország kárára van. Akkor felelősségre vonható? Én most csak kérdezem, nem akarok senkinek écát adni, csak azt mondom, hogy ha valakit a jóisten a pozícióba helyezett, annak nem csak előnyeit, hanem következményeit is kell, hogy élvezze. Ez egyébként még messzebb vezet, mert ez ugye azt jelenti, hogy mind a két oldalon kiderül, mind a kormányzati oldalon, mind a jegybanki oldalon, hogy a pozíciójukkal visszaélve olyan anyagi előnyökhöz jutottak, legyen ezek alapítványok és az alapítványi vagyonok. Legyen ez, most nem mesélem el a kormányzati oldalt, mert azt aztán igazán tudjuk. Tehát az a kérdés, hogy nem anyagi előnyök érdekében csinálták-e mindazt, amit tettek. Tehát nem egyszerűen csak azért felelősek, mert valamit nem jól csináltak, hanem anyagi érdekeiket nézték, és nem az ország érdekét. Ez sokkal súlyosabb. Ez nagyon súlyos vád. Hogy persze. Ehhez képest még egy van, ha valaki ilyeneket mond, akkor azért legalábbis fölmerül, hogy az egyik legfontosabb és lehetséges dolog, hogy nem leváltják, ő mond le. Tehát ha úgy gondolja, hogy ez ide vezetett, amiben ő egyébként részes volt, akkor és nem lát esélyt, tehát a kormány tovább folytatja ezt, amit csinál, akkor neki ezért a felelősségvállalás bizony abban áll, hogy le kell mondania. Mint hogy persze a pénzügyminiszternek is le kéne mondania már nagyon régóta, mert hiszen, vagy gazdasági miniszternek, most itt megosztott felelősségek vannak, mert hiszen az ő politikájuk révén jutott ide ez az ország. Most a miniszterelnököt már nem is mondom, aki az egészért felelős, tehát ez egy valódi kérdés. Amikor ő azt mondja, hogy már 2020-ban és 2021-ben inflációs veszélyre figyelmeztetett már ő maga Matolcsi, megkezdte az ellene való küzdelmet, azonban ekkor a kormány a fiskális politikában az ellenkezőjét tette, lehet, hogy tüzet akart oltani, de ezt olajjal tette. Hát, vagyis egyből áttolja a felelősséget a kormányra. Világos. András. Na de bocsánat, 20-ba már mondott valamit a kormányról? 20-ba semmit. Nem mondott semmit. Nem, de pedig itt az van, hogy ő már akkor megmondta. Kinek? De nem is az az érdekes, nem hogy mondott. Bocsáss meg. Nem az az érdekes most, hogy ő mondott-e. Lehet, hogy mondott. Mit tett? Na most az. Például. Behúzta csak egyet a fülét farkát. Például. És nézte, hogy olajat öntenek. Nem, a tett az az, hogy közben nyomta a hitelpolitikáján keresztül ki a pénzt a gazdaságban. Igen. Hogy eközben ő volt az, aki hát ő fűtötte a gazdaságot folyamatosan. Ő eközben egy olyan árfolyam politikát csinált, amelynek a következménye itt van az inflációban. Tehát ne legyen kétségünk, hát hihetetlen, hogy hova jutott az árfolyam az ő hasznos működése során, amit egyébként a magyar állampolgárt, ha valamit ezt látták. Na most ezt csak azért mondom, hogy igen, a kormány felelőssége súlyos, minden egyéb igaz, akik egyébként szintén fűtöttek, tehát hogy ez a borzasztó. Együtt fűtöttünk. Ezt lehet mondani. Gratulálok. Fűtöttek, de hogy legyen növekedés. De akkor kiáll, és azt mondja, hogy ti fűtöttetek. Igen. Igen. De András, viszont amit Laci mondott,
Azt gondolom, hogy ez egyetlen olyan lépés lehet Matolcsinak, az, hogy október 1-től lemondok, amivel részben megúszhatja. Mert azt mondja, hogy én ennek a... Megmondtam, igaz, később, de megmondtam, én a továbbiakban nem vagyok hajlandó ebbe társtettesként részt venni. Ez lenne az egyetlen olyan lehetősége, hogy megúszza mit? Hogy valamikor ezért valamilyen módon őt felelősségre ne vonják. Ki vonná őt felelősségre? Ma ezt nem látjuk, ez igaz. Jó. Ez most valószínűleg nem egy bíróság előtt fog felelni, vagy nem ezért, de mert újra mondom, a korrupciós ügyek azok súlyosak, vagy súlyosabb van esnek a valójában, abban a Péternek igaza van. Tulajdonképpen ott tartunk, hogy Orbán Viktor is, Matolcsy György is, de Varga Mihály, vagy felsoroltam a kormányegyes tagjait, az életművüknek az összeomlásánál tartanak. Itt felépítettek egy életművet, egy rendszert. Nekem nagyon nem tetszik ez a rendszer, de felépítették. Ez a rendszer itt van Európa szélén. És azt bizonygatják róla, hogy ilyen jó rendszer még nem volt. És eközben Matolcsy az első, aki észrevette, hogy omlik össze ez a rendszer. Ő az életművét, tehát az, amiről most itt beszélünk, ez az ő életműve. Ő be akart vonulni a magyar történelembe úgy, hogy én voltam az, aki pénzügyminiszterként, majd jegybankelnökként ezt az országot az utolérési pályán az alsó pontról a felső pontig elvittem, közelebb vagyunk Ausztriához, Európához, mint voltunk, és ez az igazi felzárkózás, és az én nevem mellé oda lesz írva, és ha nem is vagyok Széchenyi István, de mégiscsak. Na most ez itt most összeomlik. Ugyanezt most el tudom mondani a pénzügyminiszterről, aki szintén, ezek régóta itt vannak, hogy na és nézd meg a költségvetéshez, nézd meg ezt az ország gazdasági állapotát. És Orbán Viktornak az egész rendszer most előadhatja, hogy ilyen jó rendszer még nem volt, és nagyon jól vagyunk, és mindenki minket követ, és az egész Európa ránk néz. Valójában, ha ő ezt lehet, hogy nem érzékeli, én szerintem igen, hogy a dolog omladozóban van. És ez ilyenkor, én nem tudom, hogy Horthy Miklós, amikor maga elé nézett 1943-44-ben, akkor ezt mennyire érzékelte, de szerintem fel kellett fognia, hogy baj van. Kádár János biztosan fölfogta a végén, hogy ez itt nagyon nagy baj, tudjuk az őrült utolsó beszédében ezt ki is mondta, hogy itt voltam 30 évig, és az egész rendszer egy bukás. Zsákutcába vittem az országot. Ennél nagyobb felelősség nincs, hogy te nem a pozitív oldalon szerepelsz a hősök között, hanem bekerülsz a legrosszabb, hogy egyszer csak mindenki emlékszik Rákosi Mátyásra, de Rákosi Mátyásra emlékezni nem jó emlékezet. Mindenki emlékezni fog Orbán Viktorra. Nem lesz egy jó emlékezet. Ez az, amivel játszanak. Köszönöm szépen, hogy itt voltatok. Önöknek is köszönöm a figyelmet. Heti Egyenleg lesz a jövő héten is. Viszontlátásra.